A harmadik helyen fejezte be az alapszakasz az NB2 keleti csoportjában a nyíregyházi futsalcsapat, amely a Maglud TC és a Rubeol FC társaságában kiemelkedett a mezőnyből. A felsőházi rájátszásban hat csapat folytatja, és ha már a stúdió futsal előtt felcsillant a feljutás lehetősége, mind a pálya mellett, mind a pályán megerősítették a csapatot. Várakozáson felül teljesít a gárda, és már karácsony után januárban láttuk, hogy van esély a felsőházi rájátszásnak az elérésére, majd utána talán a feljutásra is az első osztályba. Úgyhogy szeretnénk megragadni ezt az esélyt, és úgy döntöttünk, hogy miután annyira közel vagyunk az élmezőnyhez, és a harmadik helyről várhatjuk a folytatást, és gyakorlatilag egy győztes meccsel ott lehetünk az első két hely valamelyikén, hogy szükséges megerősíteni a keretet, így érkezett a két új fiú. Örülök, hogy mind a kettőt sikerült egyébként nagyon hamar ide csábítani. Látják, hogy a körülmények pazarak, és megvan az a filozófia cél a klub életében, ami szerintem egy hívószó lehetett számukra. Lovas Norbertet nem kell bemutatni, játékosként és edzőként is komoly sikerek vannak mögötte, illetve az ő kérésére, illetve a szakmai stáb kérésére egy vérbeli centér érkezett David Neal, a Vasco da Gama együttesével Brazíliából, akinek a papírjai készen állnak arra, hogy bevetésre kerüljön a következő rájátszás mérkőzésen. Az új szakvezető Lovas Norbert játékosként és edzőként 7 évet töltött Nyírgyulajban, mielőtt belevágott volna a nyíregyházi kalandba. Ez egy új kihívás számomra, mert 6 évig dolgoztam az NB1-be, és a közös munkának vége lett, pedig adódott egy új lehetőség, és itt reális cél van arra, hogy újra NB1-be dolgozhassak, és ezáltal egy álmot beteljesítve az NB1-be kerüljön a stúdió futsal csapata. A csapat az alkalmas, szerintem az NB1-re erősítettünk is, és bízom benne, hogy ez eredményre fog vezetni. 10 döntő mérkőzésünk lesz, így is készítjük fel a játékosokat, hogy minden egyes meccs fontos, az alapszakaszt az el kell felejteni, ezt az NB1-ben megtanultam, tehát a rájátszás az teljesen más. Mindenki plusz motivációval, plusz akarattal lép pályára, és a könnyűnek itt meccseket lehet a legkönnyebben elveszíteni. Hát oda kell tennie magát mindenkinek, és akkor nem lesz probléma. A rájátszás első mérkőzésén hétfőn 19 órai kezdettel a Gyöngyös csapatát fogadja a Stúdió Futsal Nyíregyháza Continental Arénában.